Ing nadrág, nyakkendő, lapos sarkú cipő, ez a pilóták egyenruhája. Van, ahol a sál is megengedett. Látható helyen nem viselhetnek tetoválást, és a nők hosszú haját cofba kell fonni. Család, alapítás, otthon, vagy távoli bázis, szigorú munkabeosztás. Úgy véli, az ember nem nőnek való életvitel, mégis sokakat vonz a magasság, a repülés, szabadsága, az utazás, a vélhetően magas jövedelem, az elektronikus rendszerek. Sztjuárdeszek, de reptéri alkalmazottak is gyakran vágynak arra, hogy pilóták lehessenek. Most itt a minden eddiginél könnyebb alkalom. Sosem volt bennem félelem, mondta a tréner egyik friss oktatója, aki januárban kapott diplomát a Nyíregyházi Egyetemen. Nem riasztja a férfiak társasága sem a magasság, sem a fegyelem, kézben tartja majd tanítványait is. Ő ilyen pályakezdet mellett döntött. 14 évesen fogant meg bennem, jártam külön angol órára, és az angol tanárom szakosztályvezető volt Kiskanizsán, a reptéren, és általa kijutottam a reptérre 14 évesen. Elkezdtem az elméleti képzést, a sikeres vizsga után pedig elkezdtem a gyakorlati képzést is, vitorlázó repülőgépen, Gobéval repültem, és beleszerettem teljesen, és akkor eldöntöttem, hogy ez nem egy hobbi. A tréner Kft. Közép-európai légitársasággal kötött korábbi keretszerződése bővül a női pilótaképzéssel a jövőben. 2030-ig 1000 körüli képzett szakembert szeretne foglalkoztatni a Diszkont légitársaság. Tártkarokkal fogadják a hölgyeket is a júniusban induló képzésre. Nem kiképzett pilótákat várnak, tapasztalat nélküli embereket keresnek, és nem csak a nagy múltú képzőhelyről, a Nyíregyházi Egyetemről. Természetesen a környező országokból is szoktak érkezni mérnökök, repülőgépmérnökök, és ugye ugyanaz az elvárás úgymond velük szemben is, de ettől függetlenül ugye a minimum korhatár az 18 év, tehát középiskola után is nyugodtan bárki jelentkezhet, akár egy egyetem elvégzése után is, tehát összességében így nincsen ilyen megkötés, hogy ehhez szükséges lenne diploma vagy bármi egyéb előképzettség. Na, az tény, hogy erős fizikai és matematikai tudás szükséges, illetve az angol nyelv magabiztos használata, már csak azért is, mert a képzés angol nyelven zajlik, sőt a pálya alkalmassági tesztet is idegen nyelven kell kitölteni. Jelentkezni, érdeklődni a Tréner Kft. Weboldalán lehet. 4 hónapos elméleti felkészítés van az első repült órákig, amik összességében ugye arra elég, hogy azokat az órákat úgymond teljesítsék, ami a tematika elején vannak, ez körülbelül olyan 45-50 óra, és ugye emellett ugye folyamatosan, párhuzamosan folyik az elméleti képzés, és ugye folyamatosan készítjük fel őket elméletből is a következő szakasznak a repüléseire, és ez ugye azért fontos, mert ugye gyakorlatilag a képzésünk során egy teljesen úgymond nulla repült órával rendelkező ember a végére egy kereskedelmi pilótává válik, akinek ugye van egy több motoros műszerjogosítása, tehát gyakorlatilag a látva repüléstől egészen az éjszakai repülésig, illetve a műszerrepülésig úgymond itt mindent meg kell tanulniuk. A folyamat viszonylag hosszú, 19-21 hónap, fogalmazott Horváth Tibor. A kadétoknak 13 tárgyból kell hatósági elméleti vizsgát tenni, és 140 óra repült idő, illetve 60 óra szimulátor idő után a sikeresen végző kadétok tovább léphetnek a haladó képzésre, amely magába foglal egy 5 hetes átképző tanfolyamot egy másik repülőgép család üzemeltetésére. Ezt követően a jelentkezők Wizz-Air specifikus képzésen vesznek részt, mielőtt teljes jogú első tisztekké válnak a légitársaságnál. A kadét program előfinanszírozza a képzés nagy részét, és miután a pilóta légitársaságnál kezd dolgozni, a béréből fizetheti vissza a tandíjat.